Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Nem vagyunk elégedettek? Mi baj van a világ haladásával, alakulásával? Sok az elnyomás. Miben érzed? Miben nyilvánul meg? Hát mindegy, gondolkodj, majd eszedbe jut, jó? És még mi a baj? Etikátlanság? Az emberek etikátlanok, vagy kik etikátlanok? Is. Is. És még? Eszembe jutott. Igen? Ja, értem, túl nagy az a anyagi egyenletlenségre gondolsz, ugye tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki kortól, nemtől függetlenül tegezi egymást. Mi baj van még a világ alakulásával? Szeretetlenség, irigység. Irigykednek az emberek? Nem szeretik eléggé egymást? Szeretik hazudni. Hazudósak is? Ilyeneket tapasztaltak? És ez csökken ezeknek az intenzitása, vagy nő? Növekszik. Növekszik? Tehát mint hogyha nem javulnának az emberek, hanem romlanának? Valami ilyesmi? És szerintetek mi várható, hogyha ebbe az irányba alatt tovább a világ? Nagy gáz. Gáz? Hát gáz is várható, mert a felolvadással metángáz szabadul fel a légkörbe, és az még növeli az üvegházhatást. Tehát tényleg gáz van. Tényleg gáz van. Jó, tehát na nézzük akkor, mi mit is csinálunk. Hát nem tudom, mennyire tudod, hogy hogyan működik az ember. Tehát tudod-e, hogy mennyire, hogy hogyan működik az ember? Tehát az ember működését mennyire ismered? Vajon fontos lenne, hogy az ember ismerje az ember működését? Saját működésedet mennyire ismered? Egyre jobban. Egyre jobban? Az már jó válasz, egyre jobban. És minek hatására egyre jobban? Jó iskola. Ja, jó iskolába jársz, aha, ez jó. Jó informát, jó helyre jársz. Jó helyre jársz. Oké, szuper. És fontos, hogy az ember ismerje mondjuk önmaga működését? Hát az ember, legtöbb ember még azt se tudja, hogy hát milyen, miből áll, nem? Tehát nem úgy, hogy mit tudom, vízből, meg ilyenek, most nem ez a lényeg, hanem hát ugye, hogy van egy testünk például, azt ugye mindenki tudja. Belenéz a tükörbe, és látja, vagy meg is tudja tapogatni. Sok esetben ilyen nyáron még szagérzékeléssel is lehet érezni, hogy van testünk, nem? Tehát ugye több érzékszervünk is érzékeli, hogy van testünk, de van még két másik része az embernek, amiről a legtöbb ember nem is tud. Tehát ugye van egy olyan, hogy lélek, sokan erről is tudnak, de ha megkérdeznék a léleknek a szerepét, meg a működését a legtöbb embertől, akkor lehet, hogy fogalmuk sem lenne, hogy mi a szerepe, illetve hogy hogyan működik a lélek, fogalmuk nem lenne a legtöbb embernek szerintem. Meg nem tudják, hogy van egy harmadik rész, ami meghatározza igazából az ember működését. Ez pedig a tudat az csak egy része ennek a harmadik résznek, azt úgy hívják, hogy elme. Elme. Tehát elme.
Tehát amikor például a szellemről beszélnek, akkor ugye az a baj a szellemmel, hogy az kétértelmű. Mert lehet egy szellem lényre gondolni, tehát így ilyen szellemszerű lényre, vagy lehet például egy jó szellemű, tehát egy jó tudatú, jó szellemű emberre gondolni. Tehát ez a szellem kérdés, ez nem annyira egyértelmű, mert ugye sokan azt mondják, hogy test, lélek, szellem. Na most a szellemen akkor mit értenek? Mert ugye azt nem tisztázzák. Mert ugye ha jobban megnéznénk, ugye a lelkünk az egy szellem lény. Tehát lehet azt is érteni rajta. Meg lehet a tudatosságon is, a jó szelleműségen is érteni. De hát ezért mi nem is így értelmezzük ezt a kérdést, hanem van a test, van a lélek, és van az elme. Sőt, az elme az két részből áll. Van egy aktív része, meg van egy reaktív része. Az aktív része az a gondolkodás, az a tudat. A reaktív része az pedig az ösztönök. És ez mind elme kérdés. Hát ugye erre az elméről sem sokat tudnak az emberek. Nekünk van olyan képzésünk, ami kifejezetten erről szól, mert az összes problémád, ami az életedben eddig volt, meg a jövőben lesz, az mind az elméd miatt van. És annak is nem a tudatos részéből fakadóan, hanem az ösztönös részből, a reaktív elméből fakad. Tehát mondom, minden problémád, ami valaha volt, meg valaha lesz, az annak az okozója az elmédnek a baloldali része. Tehát ugye az elménket azt ketté kellene vágni, szimbolikusan, tehát most nem szó szerint ért, és a jobb oldali része az a tudatos rész, a baloldali rész az az ösztönös rész. Tehát bal agyfélteke vagy jobb agyfélteke, hogyha ez így esetleg többet mond. És igazából ez a bal agyféltekés a reaktív elmével összekapcsolt működés, na ez az ember igazi problémája. Hát ez a nagy probléma. Na most akkor mondom, hogy miért probléma. Ugyanis az állatoknak kizárólag ilyen típusú működésük van, mint nekünk a bal agyféltekés működésünk. Tehát az állatoknak nincs két fél agyféltekéje, nekik csak egy van, és az pont ugyanolyan, mint nekünk a baloldali agyféltekénk, a reaktív elmerész, az ösztönös rész. Na most vannak azok a lények, ahonnan származunk, akik létrehoztak minket. Hát úgy nevezném őket, hogy hozzánk képest felsőbbrendű lények. Tehát nem feltétlenül azt mondanám, hogy Isten vagy Istenek, hanem inkább azt mondanám, hogy felsőbbrendű lények. Ha mi megnézzük mi magunkat, akkor mi a Földön lévő állatokhoz képest felsőbbrendű lények vagyunk, nem? Igen ám, de hozzánk képest is vannak felsőbbrendű lények. Jellemzően nem ezen a bolygón, de ezen a bolygón is vannak. És ők nekik van egy nagyon érdekes tulajdonságuk, hogy nekik nincs bal agyféltekéjük. Van agyuk, csak nem oszlik kétfelé az agyuk,
hanem nekik csak jobb agyféltekéjük van, illetve olyan az agyuk, hogy mi nálunk a jobb agyfélteke. Tehát még egyszer mondom, az állatoknak olyan az agyuk, mint nekünk a bal agyféltekénk, a felsőbbrendű lényeknek pedig olyan az agyuk, mint nekünk a jobb agyféltekénk. Na most, ha ezt így jobban megnéznénk, akkor rögtön ebből ki lehetne következtetni, hogy mi akkor hát olyanok vagyunk, mint az állatok, meg a felsőbbrendű lények. Ennek a kettősége. Akkor azt mondhatnánk, hogy pontosan. De ez fizikailag is megnyilvánul, ez az állati jövevény működés, ez a nem túl felsőbbrendű dolog, hanem az állatvilágból származó dolog. Hát nagyon egyszerű a szőrösödés. Ugyanis a jobb agyféltek és lények, a felsőbbrendű lények, azok nem szőrösödnek. Ilyen egyszerű. Az állatok viszont nagyon szőrösödnek. Mi meg valahogy a kettő közt vagyunk, ha megnézed jobban. Szőrösödünk is, meg nem is. Nem? Például megnézed, itt nem szőrösödik a homloknak ez a része, nem? Tenyerünk sem, talpunk sem nagyon, nem? Tehát vannak olyan részek, ami nem szőrösödik. De maga az ember az szőrrel valamilyen szinten borított. Na most, mi baj van ezzel a működés? Hát nézzétek meg! Hát mi baj van az állatokkal? Hát az a baj, hogy nem tudnak gondolkodni, nem? Hát az a baj, hogy idomíthatók. Hála Istennek ez nem rossz az emberre nézve, hogy az állatok az idomíthatók, mert ezáltal képes idomítani az állatot az ember. Igen, ám csak ez a fajta működés bekerült a mi genetikánkba, tehát bekerült a mi működésünkbe. Tehát bekerült az, hogy szőrösödünk, bekerült az, hogy idomíthatóak vagyunk. Akkor megnézem, mi baj van, milyen, nem is baj, milyen alapműködése van még egy állatnak. Tehát ugye szőrösödik, mondjuk emlősökből induljunk ki. Mi is emlősök vagyunk. Szőrösödik, idomítható, főleg a fejlettebbek, amelyik nagyobb agykapacitással rendelkezik, azok idomíthatók, de még a kicsik is valamilyen szinten, még a fehéregeret is idomítja. És tehát idomítható, és van még egy fontos tulajdonsága az állatoknak, hogy félnek. Oké? És még egy, hogy nem tudnak gondolkodni. Jó? Tehát nem képesek a gondolkodásnak. Nem képesek a problémák megoldására. Tehát az állatok nem probléma megoldóak. Ahhoz kell egy felsőbbrendű működés a probléma megoldásához. Tehát egy ember, amikor fogja és problémát akar megoldani, akkor előveszi a felsőbbrendű működését, és megoldja a problémát. Na most erre az állat nem képes. Na most van egy másik dolog, tehát ugye az állatokból átjött négy tulajdonság ide belénk, ha jobban megnézzük. Hát nem annyira jó ez, de mégis van egy óriási előnyünk az állatokkal szemben, hogy képesek vagyunk felsőbbrendűen működni. De mikor? Ennek megvan a feltétele. Ugye ezt akik itt tanulnak, tudják, hogy mikor, és tudják a választ.
Ugye, de nem tőletek várják a hallgatóság, hanem tőlem. Tehát, ugye tudjuk azt, hogy úgy működik az ember, ha egy kicsit visszagondolsz a múltadra, tehát visszamész a múltban gondolatilag természetesen, és körülnézel olyan embereknél, amelyik mondjuk egyik pillanatban még normálisan működött, a következő pillanatban meg fogja, és azt mondtad, azt gondoltad magadban, lehet, hogy ki sem mondtad, valószínűleg nem mondtad ki, hogy mi lett ebben, elment az esze. Hát az előbb még volt esze, most meg már elment. És ha megfigyeltél egy ilyen embert, akinek így hirtelen elment az esze, akkor azt látod, hogy hirtelen rossz állapotba került, rossz hangulatba került. Na, az embernek van egy ilyen fajta tulajdonsága, működése, minden embernek, ha rossz állapotba kerül, elmegy az esze. És beindul az állati működés, az ösztönös működés. Mit jelent az ösztönös működés, hogy értsük? Az ösztönös működés azt jelenti, hogy történt vele valami a múltban, ami valamilyen szinten működött, tehát túlélt az a lény, az a működés. Tehát egy lénynek, egy nem gondolkodó lénynek a legfontosabb, legerősebb ösztöne az a túlélés. Na most, tehát hogyha egy lény túlélt, akkor az a túlélés elraktározódott az elméjében, és amikor az érzékszerveink keresztül bármi emlékezteti arra túlélés, túlélt eseményre, akkor elkezdi azt ismételni, ami akkor a túlélését elősegítette. Világos ez? Tehát gondolkodás nyista, nincs semmi gondolkodás, hanem ösztönszerűen, reaktív módon, tehát nem aktív módon, hanem reaktív módon, egyszerűen azt az utasítást adja ki a reaktív elméje az agynak, hogy pont azt kell csinálnia, mint amikor a múltban túlélte azt az eseményt. Ehhez elég, ha valami pont, egy pont hasonlít ahhoz a múltbéli eseményhez. Minden ilyen elraktározás az kivált egy olyan fajta működést, mint az állatnál, mint az embernél, hogy ha túlélte az az állat vagy az az ember, akkor elég, ha valami emlékeztesse rá, és az illető bekapcsol az ösztönös működés, és azt teszi, ami a túlélést eredményezte. Ez látszólag jó, ugye, hogyha egy hevenyészre gondolsz bele erre a dologba. Látszólag. Egy állatnál tökéletes működés, mert nincs gondolkodása. De egy ember gondolkodásra képes. A gondolkodás az esélylatolgatás és azon túlmenően mérlegelés. Mérlegeli az összes lehetőséget, és kiválassza a legjobbat, és annak alapján cselekszik.
Na az állat ilyenre képtelen. Ez csak egy felsőbbrendű lény tudja megcsinálni, más nem. Még akkor is meg tudja csinálni, hogyha semmilyen hasonló helyzet előtte nem volt. Tehát az állat, hogyha semmire nem, semmi másra, tehát semmi nem emlékezteti, egyetlen egy érzékszerve sem talál olyan pontot, ami emlékezteti valamilyen múltbéli eseményre, akkor az állat ott van tehetetlenül. Mondok példát, jó? Nagyon egyszerű példa. Mondjuk, van egy kutyád, és beszerzel egy macskát, egy kis macskát. De tegyük föl, hogy a kutya már nagy. Beszerzel egy kis macskát. Simán meg tudod tanítani a kutyát arra, hogy ne bántsa a te macskádat. Azt a kis macskát ne bántsa. Ezáltal a macska nem fél a kutyádtól, de átmegy a szomszédba, és az a kutya nem lett megtanítva rá, hogy ne bántsa a te macskádat, és fogja és simán széttépi a macskád, mert a macska nem fog elmenekülni a kutyától. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy a macska nem fogja felmérni a veszélyt, érted? Mert nem történt vele veszélyes helyzet, hogy neki egy kutyától félni kellene. Világos? És simán széttépi. Egy ember, amely képes megtartani a jó állapotát, jó hangulatát, a simán felmér egy veszélyes helyzetet, annak ellenére, hogy soha nem történt vele hasonló, és a lehető legjobb megoldást fogja választani. Ha az ember nem jó állapotú, nem tartja meg a jó állapotát, a jó hangulatát, akkor fogja, és pont úgy működik, mint az állat. Nem tudja felmérni a veszélyt, és megtörténik a baj. Ha meg volt rá már előélete, úgy értve, hogy egy olyan esemény, amihez tudja kapcsolni a jelenbéli eseményt, és hogy mondjuk abban a helyzetben menekülnie kellett, mert például most mondok valamit, mit tudom én, sétált az anyukájával a gyerek, és elmentek egy játszótérre, és egy kicsit távolabb ment a gyerek az anyukájától. Közben jött egy kutyás, aki elengedte a kutyáját a játszótéren, és a kutya elkezdett fenyegetően menni a gyerek felé. Erre mit csinált a szülő? Rögtön meglátta ugye az anyja, oda kiáltott a gyerekre, hogy gyere gyorsan, menekülj! Szaladj, ahogy csak a lábad bírja. És akkor oda szaladt ugye a gyerek. Hát ugye, ha az anyuka ilyet kiabál, akkor a gyerek rögtön megijed. És teljes energiával odafutott az anyjához, és a kutya nem bántotta. Oké? Tehát lényeg az, hogy elszaladt. Tehát ha például volt egy ilyen eseménye előtte valamikor, akár évekkel, nem, és már lehet, hogy nem is emlékszik rá, nem számít. Ha lát egy kutyát a gyerek, és látja, hogy jön felé fenyegetően, elkezd szaladni. Oké?
mert bekapcsol a reaktív elméje. Oké? Okay? De ha nem ijedne meg a kutyától, hanem megtartaná a jó állapotát, akkor azt mondaná, hogy gyere te kutya, ha ide jössz, úgy beléd rugok, hogy elszállsz. És a kutya ijed meg, és a kutya menekül el. Így van. Tehát lényeg az, hogy az emberben van egy ilyen elme, rész, baloldali rész, ami olyan problémákat okoz, hogy látszólag te azt mondhatnád, hogy hát ez jó dolog, hogy van az embernek, mert ilyen ösztönszerűen hirtelen tud valamit tenni. De mondom még egyszer, az emberben van egy probléma megoldó képesség, a jobb agyféltekéje, a tudatosság, a felsőbbrendű részünk. Az ember képes lenne mindig, ha erre hallgatna, képes lenne mindig a legjobb döntést hozni. De az ember nem ezt csinálja, hanem például a legtöbb ember mit csinál? Hagyja, hogy ez a reaktív elme rész, ez a baloldali rész, ez aktivizálódjon. Tudod miért hagyja? Mert sose tanult róla. Tehát nem tudja, hogy neki ilyenje van. És mit hagy? Hagyja, hogy tehát az embert azért lehet befolyásolni, mert van a bal agyféltekéje. Van a reaktív elméje. A jobb agyféltekés embert, amelyik jobb agyféltekén működik, mert jó állapotú, nem lehet befolyásolni. Tehát egy felsőbbrendű lényt nem lehet befolyásolni. Tehát az emberek, mivel nem ismerik, hogy nekik van egy bal agyféltekéjük, ami által lehet őt befolyásolni, ezért hagyják, hogy őt befolyásolják. És ez a befolyásolás elkezdődik születéstől fogva. Na most, hogy jó célra befolyásolják, vagy rossz célra befolyásolják azt az embert, ez csak társaság kérdése. Nem? Milyen társaság? Hát például szülő, ugye a család egy társaság. Utána óvoda, lehet, hogy már előbb bölcsöde, óvoda, iskola, iskolák, barátok, stb. Stb. Média, ki ne hagyjuk médiát, mind nagy befolyásoló tényezőt. Oké? Okay. És az emberek nem tudják, hogy ez hogy működik, elég, ha egy kicsit rosszabb állapotba kerülsz. Mi az a kicsit rosszabb állapot? Hát ilyen rossz indulatúvá válsz. Nem haragos, nem. Van ilyen ellenséges egy kicsit, nyílt ellenséges. Tudod, mikor így nyílt ellenséges gondolataid vannak, hogy ó, az a hülye kormány, meg ó, az a politikus, na ez az ellenséges hangulat. Oké, meg az a hülye bíró azon a meccsen, na ez az ellenséges hangulat. Oké? Meg na az a hülye szomszéd, tudod, mit csinált, ezt csinálta, azt csinálta. Na ez az ellenséges hangulat. Tehát elég, hogy az ember lemegy egy ilyen ellenséges hangulatra, tehát nem is kell lejjebb mennie, tehát nem is kell haragosnak lennie, hanem csak így ellenséges. Akkor kész, elvesztette a felsőbbrendűségét,
elvesztette a tudatosságát. Tehát ez olyan, mintha lenne egy ilyen billenő kapcsoló benned. Ami azt jelenti, ez a billenő kapcsoló, hogy abban a pillanatban, amint lementél egy ilyen ellenséges szint hangulatra, a billenő kapcsoló átkapcsol, tudatosság szétkapcsol, reaktív elme bekapcsol. És onnantól kezdve olyan, hogy gondolkodás nyista. Oké? Minden ösztönösen működik. Az ember csak azt hiszi, az ilyen ember csak azt hiszi, hogy ő gondolkodik. De köze nincs a gondolkodáshoz. Tehát itt vagyunk mi emberek, tudnánk ennél jobbak is lenni, de mivel az emberek nem ismerik a saját maguk működését, tudod-e, hogy hogy működik az ember? Mivel nem ismerik a saját maguk működését, nem tudnak, tehát az ellen, amit nem tudsz, nem tudsz védekezni. Világos ez? Amit nem ismersz, az ellen nem tudsz védekezni. Ez egy szabály. Az ellen tudsz védekezni, amiről tudsz, vagy amit ismersz. Érted? Ezáltal, mivel nem tudják, hogy így működünk, nem tudják az emberek, nem tudják, hogy hogyan tudják nála, saját magánál elérni azt mások, főleg a média, hogy befolyásolják őt. Méghozzá olyan mértékben befolyásolják az embereket, kiskortól, kisebb kortól. Oké? Kiskortól olyan mértékben befolyásolják, hogy mire nagyjá válik, tehát felnőtté, addigra már annyi befolyást, negatív befolyást kapjon, hogy tartósan olyan kevésbé jó állapotban legyen, hogy ez a befolyásoltság megmaradjon. Na most ezeken a hangulatokon, amikor az ember nem jó hangulatban van, akkor nincs olyan például, hogy az ember érdeklődő. Nincs olyan, hogy jókedvű. Nincs olyan, hogy érdeklődik például a tudás iránt. Nincs ilyen. Olyan van, hogy följebb jön a hangulatban, és amikor feljebb jön, na akkor érdeklődik, majd tudod, ez olyan, hogy igen, tényleg, és akkor elmúlik ez a fajta érdeklődő hangulat, és akkor azt mondja, tudod, ez a lemondás. Így van. Szóval, most képzeld el, milyen jó eszköz az ember, személyesen te, azoknak a kezében, akik tudják, hogy az ember hogyan működik. És tudják, hogy az embernek van reaktív elméje. És tudják azt, hogy nem kell más csinálni egy emberrel, csak le kell vinni a hangulatát, rossz hírekkel le kell vinni a hangulatát, sok rossz hírt kell nyomatni folyamatosan, le kell vinni a hangulatát egy olyan hangulatra, ahol az ember befolyásolhatóvá válik. És onnantól kezdve azzal etetnek meg, mind szellemileg, mind fizikailag, amivel akarnak. Érted?
Hát most gondold végig, melyik a jobb neked? Hogyha önálló életet élsz, tehát úgy önálló, hogy mondjuk nincs főnököd, érted? Tehát nem párodtól önálló, hanem mondjuk a családod is önálló, úgy önálló, hogy a párodnak sincs főnöke, meg ilyenek. Tehát önálló vagy. Te osztod be az életedet, annyi pénzed van, amennyit akarsz. Vagy nem vagy önálló. Főnököd van, aki dirigál, akinek nem szólhatsz vissza, mert úgy kirúg, hogy lábad sem éri a földet. És ő ossza be, hogy te neked mennyi a fizetésed. Na melyik a jobb? Melyik? Az első a jobb? Tehát az a jobb, ha nincs főnököd, nem? Az a második volt, nem? Hogy nincs főnököd. Nem, a másodikra mondtam. Másodikra jó. Vagy hogy főnököd van is. Mert az első volt, hogy nem. Nem, a második volt, hogy nincs főnök. Mindegy, lényeg az. Főnök nélkül jobb, nem? Meg hogy a pénzt, pénz, annyi pénzed van, amennyit akarod, hogy legyen, nem? Nem az a jobb. Akkor csinálod a dolgodat, amikor akarod, ez a jobb. Nem, ez a jobb. Ha basszus kulcs, akkor mi nem ezt válasszátok? Ha ez a jobb. Ja, mert befolyásoltak. És arra befolyásoltak, hogy az első legyen a jobb. Nem? És akkor nézd meg az embereket. Ne, az a jobb nekik, hogy van főnök, nem? Dirigál a főnök, beosztja a pénzedet. Nem te osztod be a pénzedet, ő oszta be a tiedet. Oké? Nem akkor dolgozol, amikor akarsz, hanem akkor, amikor ő akarja. Miért nem így van? Hát elérték nálad, hogy ez legyen a jobb. Oké? Mondok egy példát, jó? Pont általános iskolába kerültem volna, és előtte költöztünk ide a 15. kerületbe. És úgy költöztünk oda, hogy a szomszédban egy pont ugyanannyi idős srác volt. Én is egyke, ő is egyke. Ugye akkor még pont amikor én születtem, ez a 61-62, én ugye évvesztes 61-es, ő 62-es nem évvesztes, akkor született a legkevesebb gyerek. És például az osztályban, mikor a két osztályt összevonták, mert olyan kevesen voltunk, hogy előtte két-három osztály volt, meg utána is, de mi csak egyedül voltunk, és lényeg az, hogy azért voltunk valami 32-en vagy mennyien, ugye a két osztályt összevonták, és a 32 gyerekből alig volt olyan, amelyiknek testvére volt. Tehát abban az időszakban, itt Pesten, rengeteg egyke volt. Tehát abban az évfolyamban. Ez nekem jó volt, mert soha nem volt olyan, hogy túljelentkezés. Se a középiskolába, se az főiskolá, semmi, nem volt ilyen, hogy túljelentkezés. Mert annyi, olyan kevés gyerek volt abban az évfolyamban. Úgyhogy ebből a szempontból jó volt. Mindig az volt, hogy nem volt, tehát hogy túljelentkezés volt, de akkor, mikor mi évfolyamunkban nem volt túljelentkezés. És a lényeg az, hogy tehát a szomszéd gyerek is egyke volt, meg én is. És egyidősek voltunk, ugye egyszerre indultunk elsőbe, ugyanabba az iskolába, csak ő a,
az A-ba, én a B-be, nem, ő a B-be, én az A-ba, mindegy. És utána olyan kicsi volt, kevés volt a létszám, hogy utána a második osztályba összevonták, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye a szülők elmentek dolgozni, az ő szülei is, meg a miénk, az enyém is. De én nekem voltak nagyszülők. És ezáltal a házban nagyszülők voltak, a házunkban. Tehát valamilyen felügyeletet azért a nagyszülők gyakoroltak felettem. Na most ő felette viszont senki nem gyakorolt felügyeletet. A szülei elmentek reggel dolgozni, és délután valamikor este felé, hát mit tudom én, 4-5 óra körül hazajöttek. És addig akkor a barátom az mindig egyedül volt otthon. Ennek volt hátul ütője, mert ezáltal rosszabb jegyei voltak, mint nekem. De nem is ez a lényeg. Nem tudod, mi a lényeg? Az, hogy ezáltal, hogy egyedül volt 6 éves korától, sokkal önállóbb lett, mint a többi gyerek. És ő egy napot nem volt alkalmazott. Amikor kikerült az iskolából, elvégezte a középiskolát, középiskolába is kikerült, első pillanattól vállalkozó volt. Én nem. Nekem kellett, azt mondja, hogy 7 év, hogy vállalkozó legyek. 7 év. Meg utána még kellett 6 év, hogy főállású vállalkozó legyek. Mert addig már csak másodállású voltam. Na most ez csak egy példa arra vonatkozóan, hogy kit mennyire nevelnek önállóan, önállóvá, és mennyire ez a befolyás, amiről az imént beszéltem, mennyire kerüli el magát a szemét. Mert ő elkerülte, mert annak ellenére, hogy a szülei nem voltak vállalkozók, hanem mind a kettő alkalmazott volt, ő egy percig se volt alkalmazott. Ilyeneket egyébként te is megnézhetnél a saját életedben, és láthatnád azt, hogy minél inkább mondták egy gyereknek, hogy tanulj fiam, minél több iskolába, és minél több kontroll volt egy gyereken, tehát minél több felügyelet volt egy gyereken, annál inkább önállótlan lett. Mert kapta a befolyást, érted? A befolyást. Tehát befolyásolták, nem az irányba haladhatott, amerre kellett haladni, hanem befolyásolták. Na most, lényeg az, hogy én voltam alkalmazott ugye 7 évig, majd 6 évig még, mind a kettő voltam, alkalmazott is, meg vállalkozó is. Majd ugye csak vállalkozó 13 év után. Illetve hát cégtulajdonos, mindegy. És tudom, mi a különbség az alkalmazotti lét és a vállalkozói lét, vagy akár a cégtulajdonosi lét között. Tehát én ezeket mind megéltem. Tehát tőlem nem olyantól halljátok, aki csak tanult ilyen dolgokat, hanem meg is élte. Tudod, mekkora különbség van, hogy te alkalmazottként éled az életedet? Vagy mondjuk tulajdonosként élnéd az életedet. Tudod, mekkora különbség? Nem lehet összehasonlítani. Tehát azt nem lehet összehasonlítani, hogy akkor kelsz, amikor akarsz. Akkor fekszel, amikor akarsz. Érted? Azt csinálsz, amit szeretsz. Ez nem lehet összehasonlítani. Mert nyilván, ha már az ember valamit csinál, akkor olyat csináljon, amit szeret, nem? És ha az ember olyat csinál, amit szeret,
és abból van jövedelme, akkor ez nem olyan fárasztó, mintha azért kell valamit csinálnod, hogy legyen belőle megélhetési pénzed. Érted? Tehát én nem azért csinálom a dolgomat 93 óta, hogy pénzt keressek. Nem tudod, miért csinálom? Mert szeretem. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy mindig 93 óta én szívesen csinálom. Érted? Ami azt jelenti, hogy szeretettel csinálom. Tehát szeretem, amit csinálok. És amit szeretsz, nézd meg az életedben. Ha olyat csinálsz, amit szeretsz, az nem fáraszt, ugye? Érted? Ha olyat csinálsz, ami muszáj, na az már fáraszt, tudod. Nézd meg. És ugye én sok mindent tapasztaltam az évek során, illetve évtizedek során, hiszen 87 óta foglalkozok emberekkel. 91-től dolgozom csapatban, szervezek embereket. És tudod, mire jöttem rá? Ami szerintem nem csak én jöttem erre rá, hanem sokan mások. Csak az a baj, hogy én még nem. Arra, hogy igazából egy átlagembernek úgy van kialakítva az egész rendszer, hogy egy átlagember, hogyha nem örökölt mondjuk vagyont, akkor alkalmazotti létből soha ne legyen olyan szabad ember, akinek van elég pénze. Érted? Tehát úgy van kialakítva a rendszer, az egész rendszer a nyugati szférába, hogy ne lehessen egy alkalmazott, szabad is, meg elég pénze is. Érted? Ha van elég pénze, akkor eladja a lelkét is. Oké? Ha meg olyan munkát végez, amit szeret, azt meg nem fizetik meg. Érted? Tehát így van kitalálva a rendszer. És ti meg ezt szolgáljátok. Érted? Tehát azt szolgáljátok, hogy szenvedj. De miért kellene szenvedni? Ugye nem tudtam, hát én is szenvedtem alkalmazottként. Pedig egy idő után apám volt a főnököm. De akkor is. Tehát jó, mondjuk apu szigorú volt, gyerekkoromtól. Tehát ugye mi a lehetőség egy átlagembernek? Tehát egy átlagember lehet alkalmazott, ahol a szabadság és az elég pénz az soha nem jár együtt. Én alkalmazotti létben még nem láttam olyat, hogy valakinek van elég pénze és szabad is. Tehát én még ilyen emberrel nem találkoztam. Pedig azért dolgoztam már 80 ezer emberrel, több mint 80 ezer emberrel. Tehát ilyen nincs. Tehát akkor milyen lehetősége van? Nagyon sok alkalmazott, vagy átlagember, inkább úgy mondanám, tehát aki nem örökölt vagyon, átlagember, létrehoz valami egyéni vállalkozást. Na most azzal meg az a baj, hogy egy idő után túl nagy lesz a konkurencia. Vagy túlszabályozzák a rendszert. Tehát például az én volt barátom, ugye a szomszéd gyerek, az először fuvaros volt. Ilyen teherfuvarozó. Maszek. És utána, amikor az már nem ment annyira, akkor váltott, és ráállt a klímákra. A klímatelepítés, stb. Stb. Úgy elkezdték szabályozni ezt a kérdést,
hatóságot hoztak létre rá a klímához. Már nem vehetsz csak úgy klímát, nehogy azt hidd. Használtan vehetsz, de újonnan nem vehetsz csak úgy klímát. Ilyen hatósági tanúsítvány kell, aki szerelni fogja a klímát, hogy neki megvan ez a tanúsítvány, és ki kell adni neki egy papírt arról, hogy te avval a papírral bemehetsz a boltba és vehetsz klímát. Tehát beszéltem vele, ugye, mert hát azóta is tartsuk a kapcsolatot, ő karban tartotta éppen nemrég ezt a klímát is, és hát csak panaszkodik. Meg a múltkor szerelt nálunk két klímát, és csak panaszkodást hallottam. Arra vonatkozóan, hogy most mi a manót csináljon, gondolkodja, hogy abba kéne hagyni, stb. Érted? Na most ez a hagyományos vállalkozás. Na most én látom, hogy milyenek a hagyományos vállalkozások, látom, milyen az alkalmazotti lét, láttam is, régen is, most is csináltam is mind a kettőt. És van egy lehetőség az embernek, ami más. Én tudod, miért lettem más? Mert elkezdtem emberek szervezésével foglalkozni olyan területre, amire igény van. És a termékek azok valahogy nem jöttek be nekem kezdettől fogva. De az olyan szolgáltatások, ami mögött van egy eszme, azok bejöttek. Tehát egy termék mögött nem tud eszme lenni. Egy szolgáltatás mögött tud lenni eszme. Tehát régen engem az öngondoskodás eszméje indított el az emberek szervezése területén. Na azóta ugye már van más eszme, mert 91-től 2007-ig, tehát 16 éven keresztül az öngondoskodás eszméje mozgatott. De annál van magasabb szintű eszme. Tudod micsoda? Az, hogy rájöttem arra, illetve üzenetet kaptam ezzel kapcsolatban, ez egy üzenet volt, ezt az üzenetet álmomba küldték. Azt, hogy a szervezetemmel meg kell csinálni az aranykort. Létre kell hozni a bolygón az aranykort. És ebben az üzenetben szerepelt azt is, hogy miért, hogyan, miként. Oké? És az is, hogy ebben segítséget fogunk kapni. És mi azt is elmondták azóta, hogy miért kell aranykort létrehozni, akkor is elmondták. Jó, és akkor most hagyd beszéljek egy kicsit erről. Ezen most tovább megyünk. Nézzük meg, mit csinálunk. Az embereknek eljuttatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget. Tehát nagyon fontos, hogy legyen gyakorló terep, ahol begyakorlod a tudást, melyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képességé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Miért csináljuk? Azért csináljuk, hogy az emberek képesekké váljanak, tehát hogyha tudják az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémákat megelőzni, megoldani, célokat megvalósítani, ezekben tudnak mások segítségére is lenni, akkor képesek lesznek szeretetben, békében és boldogságban élni. Tudod, miért nem boldog az ember? Mert problémái vannak. A problémák húzzák le az embert. Tehát egy ember nem képes arra, hogy a problémát megelőzze, vagy ha van egy probléma, megoldja.
akkor persze, hogy nem lesz boldog. Minél több problémája van az embernek, annál boldogtalanabb, biztos látod. Minél nagyobbak ezek a problémák, annál boldogtalanabb az ember. Minél inkább nincs tudása egy problémát megoldani, annál boldogtalanabb egy ember. És az embereknek, nem tudom, figyeled-e, generálják a problémákat. Ha nincs elég problémád, hallgasd a rádiót, nézd a tévét, majd lesz. Oké? Tehát az embereknél el akarják érni azt is, hogy vedd fel mások problémáját. Vedd át mások problémáját. És problémázz mások problémáját. Régen ezt úgy oldották meg az emberek, tudod hogy? Ez az ő problémája, nem az enyém. Így. Erre azt mondják most, szívtelenség! Nem ezt tanítja? Hát milyen szívtelen ember nem veszi át más problémáját. Nem érdekli őt más problémája. Ilyen szívtelen ember. És ezt már tanítják óvodába. Régen, mondom, ezt egyszerűen megoldották. Tehát belátható időn belül aranykor lehessen. Miért? Mert az emberiség számára nincs más lehetőség. Csak az aranykor. Azért csináljuk, mert csak itt a PPH-nál van egy helyen minden élethelyzetre tudás. Módszer és megoldás. Erre azt szokták néha mondani egyesek, hogy ez nagy képűség. Ezért az aranykorba jutáshoz a PPH egyetlen lehetőség, hogy ez nagy képűség. Ez nem nagy képűség, mert rajtam keresztül adják át a tudást. Hát az lenne furcsa, hogyha én nem mondanám azt, hogy itt van az a tudás. Mert tudom, hogy rajtam keresztül adják át a tudást. Ez azt jelenti, hogy megtapasztalom nap, mint nap. Hogy rajtam keresztül adnak át olyan tudást, amit én se tudtam előtte. Tehát ez nem nagy képűség, ez tény. És én azért nem sok olyan embert ismerek, szó szerint egyet se, akinek van ilyen tudás átadó szerepe. Mert lehet olyan, ugye mondják azt, hogy ez idő tájt, lesz a Földön sok hamis proféta. Ugye vannak ilyen jövendőlések, hogy ez idő tájt, tele lesz a bolygó hamis profétával. Tudod hányféle szinten vannak olyan entitások, akik súgnak. Súgnak. Embereknek. Nem soknak, de súgnak. Mondok egyet, egy ilyen entitást. Úgy hívják, hogy Jehova. Oké. Amelyik csinál ilyet, hogy súg bizonyos embereknek. Na most, mi, honnan tudod, vagy tudhatod esetleg, hogy vajon az a idézőjelben proféta, az hamis vagy nem hamis? Honnan tudhatod? Hát eleve ott kezdődik a dolog, hogy mi a legfontosabb alap, amit egy embernek tudnia kell. Mert minden abból indul ki. Ha nem abból indul ki az a tudását adó, akkor ott hamisságról van szó. Ezt tudod micsoda? A legalapabb a szeretet alapú etika. Ez az alap. A szeretet alapú etika. Méghozzá a feltétel nélküli
szeretet alapú etika. Mi az, hogy etika? Erkölcsösség, becsületesség, tisztességesség. Tehát például, ha valaki úgy tanít szellemvilágba való piszkálgatást, hogy nincs először nagyon komoly szeretet alapú etika képzés, akkor jó, ha tudod, hogy nem jó érdekeket szolgál az a személy. Márpedig rengeteg olyan ember van, aki olyan szintű képzéseket tart, ahol a szellemvilágba piszkálgatnak. Azt tanítják, hogy hogyan kell beavatkozni a szellemvilágba. Tudod, mekkora kárt lehet ebben csinálni? Hogyha nem egy magas etikájú embernek van ilyen tudása. Több, sokkal több kárt lehet vele okozni, mint hasznot. Tehát eleve ott kezdődik, hogy tilos úgy tanítani embereket bármilyen szellemvilági dolog, amiben beavatkozhat az illető, tilos úgy tanítani, hogy az illető nem jó állapotú és nem etikus. Tilos. És ezt vizsgálják, hogy jó állapotú-e az ember. Vagy etikus-e? De hogy vizsgálják? Csak ide a pénzt, lehetőleg minél többet, nem? Tejeljetek, majd tanítunk nektek, majd piszkálni, mert ez érdekli az embereket, ugye a szellemvilágba bepiszkálás. Ez hogy ne érdekelni? Tehát eleve mondom, tilos. Oké? Tehát hogyha nem az a legfontosabb az üzenetében egy előadónak, hogy feltétel nélküli szeretet, alapon működő tisztesség, becsület, erkölcs, akkor az komoly probléma. Tehát ugye, ha mondjuk megnézzük a Bibliát, nem vagyok egy Biblia olvasó, nehogy félreértsétek. De ha megnézzük a Bibliát, a Bibliában nagyon kis rész szól Jézus tanításairól. Valahogy kimaradt. Van abban mindenféle, csak épp Jézus hiányzik belőle. A legtöbb tanítás olyan személyek tanítása, akik nem is kerültek kapcsolatba Jézussal. Tehát ha a Bibliában lévő tanításokat megnézed, akkor azt látod, hogy a legtöbb tanítás vagy tanító, akitől származnak az idézetek, az nem is volt semmilyen kapcsolatban Jézussal. Semmilyen. Tehát élő kapcsolatban. És erre építették a Jézus alapú keresztény egyházat. Nem fura? Gondoljátok végig. Tehát tudomásom szerint, ugye így visszamenve nem túl régre, mondjuk 2000 évig, hát azért a leginkább Jézus volt az a személy, aki szeretett alapú etikára épülő tanítást adott az emberek számára. Na most, ezt most csak azért mondom, mert én nem azt látom, hogy valahogy a világban ez lenne a legfontosabb dolog. Micsoda? Hát a feltétel nélküli szeretet alapú etika. Én úgy gondolom, nem. Nem ezt látom, hogy ez lenne a legfontosabb.
Pedig képzeljétek el, az ember, hogyha csak ezt az egy dolgot használná, ezt az egyet, minden ember a bolygón már aranykor lehetne. Ezt az egy dolgot. És tudod, mit jelent az aranykor? Nincs szükség főnökre az aranykorban. Minden ember önálló és szabad. Minden ember a képességei alapján azt csinálja, amit akar, mármint amit szeret. Amihez képessége van. Így van. Nem amit megfizetnek. Nincs szükség pénzre. Tehát az aranykorban nem lesz olyan, hogy pénz. Nem kell. Lehet, hogy ezt még ugye nehezen tudjátok elképzelni. Tehát nincs olyan, hogy valaki szegény. Tehát eleve ott kezdődik, hogy az aranykorba az juthat be, aki képes ide felfejlődni, mutatom. Ide. A hatodik lelki szintre. Az emberek nagyon nagy része ezen a két szint valamelyikén van. Túlélés vagy biztonság szintjén. Egy kisebb rész van a valahova tartozás szintjén. Sokkal kisebb rész az elismerés szintjén. Annál még kevesebb rész van az önmegvalósítás szintjén. Olyan, hogy küldetés szintjén a bolygón alig vannak emberek. Az aranykorba úgy lehet bejutni, hogy fel kell jutni a hatodik lelki szintre a következő 16 évben. Tehát a következő 16 évben. Ez csapat nélkül, saját csapat nélkül nem lehet megcsinálni. Tehát eleve én azt látom, hogy nagyon sok embernek az évekbe telik, hogy elkezdje a fejébe berakni azt a gondolatot, hogy csapatra van szükségem. Az évekbe telik. Sok embernek. Sőt, a többségnek évekbe telik. Miért? Együtt nem könnyebb. Hát gondolj arra, együtt mennyivel könnyebb, mint egyedül? Minden sokkal könnyebb együtt, nem? Miért kell ahhoz évek, hogy az ember berakja a saját fejébe, hogy kell egy csapat nekem? Hát ez ennyi. Ez az egy gondolat, hogy bekerüljön az emberek fejébe, hogy kell egy csapat nekem. Ez évek. Én azt láttam, ugye mondtam, hogy 91-től szervezek embereket. Több mint 80 ezer ember szervezésében vettem részt, közvetlenül vagy közvetve. És azt láttam, hogy csak azok tudnak lépegetni fölfele, akinek van saját csapata. És akkor úgy van kialakítva a rendszer, csücs le gyorsan, úgy van kialakítva a rendszer, hogy ha neked bekerül a fejedbe ez a saját csapat kérdés, és elkezded a saját csapat létrehozását, mi ezt úgy hívjuk, hogy tanulók szervezése, akkor ennek van anyagi... Micsoda? Hát, dotálása, vagy hogy lehetne ezt még szebben fogalmazni? Előnye, anyagi előnye számodra. Oké. Nem találsz még egy olyan szervezetet, ahol a bevétel 72%-a kifizetésre kerül azok számára, akik a szervezést végzik.
Érted? Tehát a bevétel, teljes bevétel 72%-a, és ez egy növekvő, mert ez régebben 60 valamennyi volt, 72%-a az kifizetésre kerül azok számára, akik a szervezésben részt vesznek. Ezért van az, hogy van akik már, van akiknek ez a fő tevékenységük. Mi rendszeresen tartunk havi záró szemináriumot. És a havi záró szemináriumon vannak elismerések. Negyedik lelki szint. És az elismertek közül ugye a vezetők vagy igazgatók elmondják, hogy nekik ez a fő tevékenység. Tehát ezzel foglalkoznak. Magával a szervezéssel. Emberek szervezésével. Mert ha nincsenek szervezve, nem lesz aranykor. Értsétek meg. Ha az emberek nem szereznek tudást, nem kerülhetnek be az aranykorba. És ahhoz szervezni kell embereket. De különben nem kerülhetnek be az aranykorba, mert nincs tudásuk. Tehát az aranykorban az emberek szeretetben, békében és boldogságban tudnak élni. Most nem tudnak így élni. Meg kell tanulni, hogy hogy kell így élni. És ez nem egyik napról a másikra megy, mert ott van a reaktív elménk, amiről beszéltem. Ha nem lenne reaktív elménk, akkor menne pár hónap alatt. De van egy reaktív elméd, amit le kell győzni. Mindenkinek le kell győzni a saját reaktív elméjét. Érted? És az tudás nélkül nem megy. Nem megy egyik napról a másikra. Az ott dolgozik, az teszi a dolgát, és okozza a bajokat neked. És egyszerűen uralnod kell a saját érzelmeidet a jövőben. Ez nem megy gyorsan. Minimum 9 év, mire le tudod győzni a reaktív elmédet. Minimum 9 év. Addig uralkodik fölötted, és addig nem tudsz szeretetben, békében és boldogságban működni. Hát a kérdés az, hogy melyik a jobb? Az a fajta működés, ami most van, vagy szeretetben, békében és boldogságban élni? Hát melyik a jobb? Hát biztos vannak olyan emberek, akik azt mondanák, vagy azt gondolnák, hogy hát nekem ez a mostani működés a jó. Tök jó, hogy időnként idegbeteg vagyok. Melyik akkor jól leugatom az embereket? Milyen jó nekem? Biztos ismersz ilyen embereket. Tuti. Hát azok nem is fognak bekerülni az aranykorba, ne aggódj. Hát mi lesz velük? Kivonják a forgalomból őket. Ennyi. Nem vicc, ez komoly. Hát azok, akik esélyt se adnak maguknak, úgy kivonják a forgalomból, hogy csak úgy fütyül. Meghal. Tehát óriási dolgot csinálunk, ha végig gondolod. A világ történelem legnagyobb lépését hajtjuk végre. Bevisszük az emberiséget az aranykorba. Ekkora feladat még az emberiség számára nem volt, mióta ez az emberiség van. És ezt meg tudjuk csinálni. És ebben nem a tudás a kérdés, hanem a szervezés a kérdés. Az a kérdés. Mennyien leszünk, akik bekerülnek az aranykorba? És ha megnézed azt a tudást, amit nyújtunk, például most a hatékonyság coach képzésünk, hát elég fontos dolgokat tanulunk, hogyha visszaemlékeztek arra a két alkalomra, ami már volt, és még lesz 6 alkalom belőle, a mait is beleszámítva. Tehát eléggé meghatározó dolog az életre nézve, hogy az embernek legyen tudása
azon a területen, hogy ha valamit végzel, valamilyen tevékenységet, vagy végezni szeretnél valamilyen tevékenységet, bármit az életedben, abból ki tud hozni a legtöbbet. Ez eléggé fontos. Lényeg az, hogy az a képzés, amit nyújtunk, az a piacon a legkedvezőbb tudásátadás. Minden szempontból, árértékben. Tehát olyan tudást, eleve amit itt nyújtunk, és ahogy csináljuk, senki nem csinál a bolygón. Tehát senki. De ha te elmész mondjuk ilyen személyiségfejlesztő képzésekre, mert avval lehetne minket most összehasonlítani, akkor ennek a sokszorosát fogod kifizetni óránként. Elmész mondjuk coachképzésre, máshol. Hát mondjuk ott kezdődik, hogy 6-szor ekkora összeg minimum az óradíj. Nem hiszem, hogy valakinek nincs önmagára 330 forintja óránként. Ennyi a tandíj. Jó, ettől eltér az első hónap, mert 660 forint óránként. 30 óra egy havi képzésünk, ezáltal havi tandíjat fizet a legtöbb tanuló. 3 éves a jelenlegi képzési programunk. De nem 3 éves, mert ugye azt mondtam, hogy egy embernek 9 év, mire felfejlődik arra a szintre, hogy képes legyen szeretetben, békében és boldogságban élni. És ez csapat nélkül nem megy. De csapat nélkül nem lehet. Tehát csapattal tudja ezt megcsinálni. Tehát ami azt jelenti, hogy élethosszig tartó tudást nyújtunk az emberek számára. Ugye aki itt tanul, hallhatja a képzéseimet. Ha 2 egyforma képzést hallottatok, akkor majd szóljatok, jó? Eddig még nem volt. Mióta vagy, Marika? 4 év alatt. Hát 4 év alatt most mondja valaki, hogy eddig még nem volt. Jó, tehát találkozunk 20 perc szünet után a hatékonyság coach képzésen. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Hajrá az aranykorért! Szeretlek benneteket, sziasztok!